Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Önök a Somogy Televízió Miért című műsorát látják. Pomusz Tamás Európa-bajnok, vitorlázó a vendégünk. Szervusz, köszöntelek sok szeretettel itt a stúdióban. Jó estét mindenkinek! Régen voltál nálunk, azóta már volt néhány vitorlás verseny a magyar tengeren, de most éppen, illetve hamarosan végéhez közeledik az idei vitorlás szezon. Volt néhány hatalmas rendezvény, láttunk több száz vitorlást is egyszerre a Balatonon. Te hogyan látod ezeket a versenyeket? Vannak tradicionális és vannak új rendezvények. Melyek a tradicionálisak, hagyományos események? Hát a Balatonnak megvan egy éves forgatókönyve a vitorlázás programjairól. Ez nagyobb versenyekre tagolódik, ugye, amiről most itt szó van, a tradicionális, és csak nem minden hétvégén minden kikötő rendez valamilyen társasági eseményt. Ezek nagyszerű dolgok, ezek céges, kikötői vagy kis helyi rendezvények, amik népszerűsítik és a sportágat, meg kedvet csinál azoknak, akik esetleg most csöppennek bele. Ezek ilyen nagyon amatőr, nagyon egyszerű és nélkülözhetetlen részei a sportágnak. És hát megvannak a Balatonnak ezek a főversenyei. Hát most, hogy a legnagyobbakat összeszedjük, ugye van a tradicionális május évadnyitó verseny, ahol azért a régi hajók és az igazi vitorlázók megjelennek. Aztán a következő komoly verseny az a kék szalag előfutára, a fehér szalag, ami egy jól megszervezett, nagyon nagy létszámú verseny, de igazából a kék szalagnak egy felvezetése. Hát maga a kék szalag egy nagyon nagy versenyén nőtt ki, tehát ez most viszi a érdeklődés középpontjában van, tömegeket mozgat meg, és egy nagyszerű rendezvényé nőtte ki magát parton és vízen egyaránt. Ugye 500 körüli hajó. Hát változó, de hát már egyszer azt meghaladtuk a 600-at is volt olyan év. És utána minden hajóosztálynak egy nagyon fontos versenye, a saját bajnoksága, a saját osztályán belüli megmérettetés, a magyar bajnokság, és hát utána még több nagy verseny van, mert májusban még van egy úgynevezett pünkösdi regatta, ami nagyon sok hajót mozgat, ősszel van egy szüreti regatta, van félsziget kerülő verseny, ami rendkívül szeretik, egynapos verseny, sok hajót megmozgat. És hát az igazán nagy versenyek, azok az olimpiai osztályok versenyei, és hát majdnem minden évben hoznak ide, most már Balaton megszerették a külföldiek nagyobb nemzetközi versenyeket is, ami az olimpiai osztályokat képviseli, mert hát igazából az a csúcsa a vitorlázásnak. Mi a véleményed arról, hogy több testű hajók is indulhatnak most már a kékszalag verseny, és ezzel gyakorlatilag a több évtizedes csúcsot döntögetik mindig halomra, illetve úgy tűnik, hogy lehet, hogy az elmúlt évi, vagy a két évvel ezelőtti csúcs az most egy darabig fent fog állni? Hát az utolsó kérdésedre válaszolják, szerintem nem. Tehát ezek a szárnyas, flójos hajók, ezek egyszer találnak olyan kedvező szelet a Balatonon, hogy valami egészen fantasztikus csúcsot fognak felállítani. Mennyivel mennek? Hány csomóval? Vagy hát, kilométer per óra? Hát kilométer per órában 40 és 60-70 körül képes menni egy ilyen hajó, ami gyakorlatilag repül a vizen. Ez az eszközök olyan szinten fejlődtek, ez elsősorban a felhasznált anyagoknak köszönhetően, amit régen fából, műanyagból, alumíniumból nem tudtak megépíteni kellő szilárdsággal, azt a mai kompozit anyagokból, karbonból, epoxiból és ennél még modernebb anyagokból meg tudják csinálni, amit már régen is csináltak ilyet, csak nem 4-5-szörös súllyal, ami nem működött. Ezek már annyira könnyűek, annyira erősek, és hát olyan félelmetes fejlesztés van e mögött, mert ugye a vitorlázás igazi csúcsa az az Amerika kupa, és az Amerika kupa hajói is már ilyen flójosak, szárnyasak lesznek, ez azt jelenti, hogy dollár milliók, milliárdokat öntenek be a fejlesztésbe, és ez megjelenik ma már sokkal gyorsabban a mindennapi hajóknál, mint évtizedekkel ezelőtt. Tehát szerintem nagyon gyorsan lesz egy egészen elképesztő csúcs. Az, hogy megjelenhettek vagy nem, én most már ebben nem foglalnék el, ezt el kell fogadni. Tehát erre nekem nagyon sokáig határozott véleményem volt. A véleményem megmaradt, de ez már nem igazán érdekel senkit, szerintem ne is érdekeljen. Mi elfogadtuk. Én egy tradicionális, klasszikus hajóval versenyzem, tehát ha kiállok emellett, akkor nagyon kilóg a lóláb, és talán nem is lenne igazam.
De kipróbáltad már egyébként? Mentél ilyen hajóval? Nem, én azt hiszem, most már megmaradok a baráti társaságnál és a szép klasszikus hajóknál. Nagy érdeklődéssel nézem, tehát ezek komoly sportteljesítmény, komoly technikai teljesítmény. Tehát itt két dolog van. Azt mondjuk, hogy a mindenkori leggyorsabb hajó, a kékszalag győztes, vagy beszorítjuk valamilyen keretek közé, ami kizárhat bizonyos eszközöket. Ezt kell eldönteni. Itt az volt a döntés, hogy mindenki mehet. És akkor ezt elfogadtuk. Ma már én azért is vagyok egy kicsit, koromnál fogva is egy kicsit megnyugodtam, de azért látható a hazai versenyeken, hogy a klasszikus, tradicionális hajókat ismét egy picit díjazzák. Tehát majdnem minden versenyen külön díjazzák a tradicionális hajókat, tehát egy picit elszakadunk ezektől a versenyeszközöktől és a 21. századi technika, és a tradicionális hajók is kapnak valamilyen aztán méltó elismerést, és ez már így azt hiszem teljesen elfogadható. Nem csak a hajóknál van újítás, a rendezvényprogramokban is, 2-3 évvel ezelőtt kezdődött a Nemzeti Regatta siófoki székhellyel. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy nagy népünnepély. Tele van fesztivál, a part, egy fesztivál. Egy csodálatos fesztiválja a Balatonnak. Ugye nagyon-nagyon sokrétű a rendezvény, 3 nap alatt itt a városok bemutatkoznak, főznek, vitorláznak, eveznek, ugye sárkányhajók. Egy nagyon-nagyon szép és kedvező időben óriási tömegeket mozgat. A Balatonnak egy jó tavaszi nyitó rendezvénye. Minden szempontból szükség van erre. Tehát én úgy gondolom, a Balaton minden rendezvény az csak a jó hírét viszi, és ez pedig nagyon jó hírét viszi. Nagyon jó a szervezés. Most konkrétan vitorlás verseny szempontjából ez inkább egy keft csináló, a Balatontól távol eső területeknek, önkormányzatoknak egy lehetőség, hogy ők is kipróbálják és elvigyék a hírét, hogy milyen jó dolog a Balatonon vitorlázni, mert hát az ottani szervezés nagyon nehezen megoldható, hogy egyforma hajókkal versenyzők menjenek, tehát ez inkább egy társadalmi esemény, aminek óriási sikere van. És én magam is szívesen veszek részt rajta, de a vitorlás versenyt azt úgy kell elfogadni, amilyen. Kormányosként veszel részt rajta? Általában hát itt az a baj, vagy hogy ezek bérhajók, tehát ezek idézőjelben egyforma nagy bérhajók, hogy sok ember felféljen rájuk, tehát ezek nem kimondottan versenyzésre készültek, tehát én is a siófoki önkormányzat tagjaival szoktam elmenni. Most ezeket a hajókat feltehetően a Alföld déli részéről érkező önkormányzat nem fogja tudni kezelni és vinni, ezért adnak hozzá személyzetet, és hogy egységesen ilyen bérkapitányok viszik a hajót, tehát igazából én nem foghatom meg a kormányt, meg senki. Lehet tanácsot adni, és a többi, de hát ez nagyon nem ugyanaz, hogy az autót úgy vezetjük, hogy mondom, mit kell csinálni, vagy én nyomkodom a pedálokat, ez azt hiszem így érthető mindenki számára. Igen. De ezettől még nagyon érdekes és látványos esemény. Említetted, hogy a Balaton, mint rendezvényhelyszín, nagyon elfogadott, elismert a külföldi versenyzők körében is. Minek köszönhető ez? Hogy azt mondják, hogy a Balaton széljárása ugye az hektikus, tehát hirtelen jön, aztán napokon keresztül esetleg teljes szélcsend van. Miért jönnek ide akkor szerinted? Hát két oka lehet. Most ez az én magán véleményem először is, mert nagyon szép. Másodszor a Balaton az nagyon alkalmas arra, hogy egy pici szerencsével sok sikerélményt adjon. Tehát a balatoni szelek pont a hektikussága, egy kicsit idézőjelben a kiszámíthatatlansága miatt hamar eredményessé tehet egy olyan csapatot, aki egyébként a hajója vagy a felkészültsége miatt erre nem feltétlen számított, mert nagyobb a szerencse faktor egy balatoni túraversenyen, ami egynapos, mint általában egy kifújt, egyenletes tengeri vagy ilyen termékszeles tavon. Tehát itt könnyű, előbb-utóbb lehet, mindenki nyerhet, még aki erre kevésbé felkészült az is.
Hát ugye egy sorozatverseny, ami 4-5 napig tart, akkor ez már kiátlagolódik, tehát ott egy-egy futamban lehet valakinek szerencséje, de a 4-5 nap alatt már mindig kijön azért egy felkészültségnek megfelelő eredmény. A másik pedig, hogy vannak olyan szenzációs vitorlázóink, akik viszik ennek a tónak a jó hírét, tehát ma 3-4 olyan top hajóosztályban top versenyzőnk, akik azért akikre figyel a világ. Hát két ifjú tulajdonképpen, hát az Éldi Mari, ha jól tudom, akkor 20-21 éves lehet körülbelül, és nem tudom, azt tudod-e, hogy ő korábban például lovas pólózott, tehát egy abszolút ellentétes, hát tűnő sportágról váltott át. Évtizedekig éltem az élsportba, ezért veszem a bátorságot, hogy megítéljem az élsport teljesítményét. Személyesen nem ismerek például ezekből a fiatalokból sokat, mert még már nem találkoztunk. Egyedül a Beres Zsombort ismerem, aki szerintem ma egy akkora sportoló, hogy ezt nagyon nehéz átlag magyar számára megmagyarázni, amit ő elért. Tehát ez egy olyan fantasztikus, világra szóló esemény, megnyerni világbajnokságot, megnyerni előolimpiát, amit egy átlag magyar sport kedvelő sem nagyon tud elhelyezni. El nem tudtuk volna képzelni, hogy olimpiai aranyérem esélyesként elmegessünk magyar vitorlázó. Hát te indultál olimpián is. Én indultam olimpián, majd részt vettem még 2, mint csapatvezető. És hát voltál szövetségi kapitán néhány éven keresztül. Voltam közel 20 évig, számtalan világbajnokságon, Európa bajnokságon, így sok-sok hajóosztályban végigláttam. Tehát azért egy findingiben világbajnoknak lenni, ezt nem akarok most hasonlatokat mondani. Nekem ez körülbelül akkora dolog, mint most a 2 órán belüli maraton. Tehát ezt higgyék el, hogy ez egy ekkora teljesítmény. És fizikálisan is, és minden szempontból. És valóban ilyen nagy, magas embereknek találták ki ezt a hajóosztályt, hogy oda kell súly és iszonyatos erő? Minden kell hozzá. Nagyon fizikális. És nagy. Tehát a vitorlázás, ugye, ha kis szél van, akkor olyan, mint a sakk, rengeteg fejben és apró lépéseket kell megtervezni, és egy szellemi sportá, szellemi sportnak közelebb lehet nevezni, és ahogy erősödik a szél, ez mind megmarad, és egy nagyon komoly fizikai sport lesz. Tehát ez a hegymászáshoz, vagy a szabadmászáshoz hasonlítanám. Itt összenő ez az ember a hajóval, és minden mozdulata, minden rezdülése, a hullámokra, a szélre, az dinamikus, tehát ez rettenetes fizikális és óriási felkészültség, és egészen különleges tehetség kell hozzá. Hát drukkolunk Beret Zsombornak majd, hogy ő legyen az egyik aranyérmesünk. Beszéljünk egy kicsit a balatoni létesítményekről, kikötőkről, hajókról. Ugye a füredi hajógyár, tudjuk, hogy a rendszerváltás során megszűnt, de nagyon kiváló magyar műhelyek is vannak, kiváló tervezőkkel. De azért nézzük először inkább a kikötői infrastruktúrát. Szerinted hogyan áll a Balaton? Kellenek-e még újabb kikötők? Hát, nekem van egy vitorlás iskolám, ahol minden hónapban vezetünk egy balatoni túrát a kezdőknek, hogy megismerjék a tavat, a szelet, a kikötői szokásokat, rendkívül népszerű programunk. Így aztán járom a kikötőket, az összeset, mert igyekszünk mindig új kikötőket is felfedezni, tehát az újakat is megnézzük. Egészen biztos, hogy kellene kikötők, tehát azt is látom, hogy rettenetes nagy az igény. Egy kicsit irreálisnak tartom a hajó méret utáni igényt. Én már nem kimerem mondani bármilyen fórumon, hogy igenis valahol egy határt kellene szabni a hajó méreteknek. Én azt is kimerem mondani, hogy 40 láb fölött nem igazán látom észszerűnek a Balatonon a túrahajókat. Tehát a 21. század minden luxusát, kényelmét, amit bárki szív... elfogadom, hogy szeretne élvezni, az egy 35-38 lábas hajóba elhelyezhető. Az összes többi az már csak szerintem nem tudom, minek nevezzem. Jó, nagyon finoman fogalmaztál. A kikötői környezetben erre van egy jó szó, ami nem ide való. A lényeg az, hogy nincs rá szükség. Én nem. És erre az kikötői infrastruktúra nincs felkészülve. Tehát látva a kikötőkben megérkeznek ezek a nagy hajók, és nem tudnak kikötni. Nincs hely. A vendéghelyek azok kialakultak erre a 20-30 lábas hajókra, tehát egy ilyen nagy hajót nem tudnak fogadni. Hely sincs hozzá. Szűkek ehhez a balatoni kikötők. És hát tulajdonképpen egy ilyen nagy hajó tulajdonságait a lakótéren kívül semmit nem lehet kihasználni.
Tehát valaki vesz egy Ferrarit, és 110-nél lezár a kompjúter, mert kisebb tőkös súlya, kisebb árbóccal használják, tehát ezek tengerre óceánra valók. Ezért aztán a kikötőkben nem nagyon jut nekik hely, vagy legalábbis csak azokban az anyakikötőkben, ahol ők el raknak. A másik nagyon nagy fejlődés, és hát az a korral jár, ez a villanyhajók megjelenése. Ma már a kikötőkben egy komoly százalék a villanyhajók száma, tehát idézőjelbe szorítják ki a kikötőket, én nem bántani akarom őket, Isten ments, de ez nagyon elgondolkodtató, ezt már több helyen elmondtam, és kiállok mellette, hogy valahol külön kellene ezeknek a hajóknak, és lehetne kikötőket építeni, mert az igazából, hogy túl sok kikötőt építsünk bele a Balatonba, az biztos, hogy nem lenne szép, és nem lenne hasznos. Tehát a nagy területeket lezárni a tóból, hát azért az elég csúnya dolog. Viszont ezek a hajók, ezek kis hidak alatt is ki tudnak menni, tehát befolyóknál, akár a Siobnál, tehát vannak nagy területek, ki kell ásni. Átmegy a híd alatt, bezsilipel, vagy kijön egy kis csatornán, tehát építettek az északi parton nem egy, nem két kikötőt, ugye a Nádas mögé beásva, tehát igenis a Balatonon kívül keresünk helyet, és ne a tót akarjuk elzárni új kikötők miatt. A vitorlások ezek erre nem lesznek alkalmasak a merülésük miatt, de a villanyhajóknak ez például nagyon jó megoldható lenne, hogy a Balaton part, a befolyók vagy azok környezetében csatornák mellett saját kikötőket építeni. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban. Bizonyára figyelemmel kíséred ezt a társadalmi vitát, amely körül veszi az elektromos vízi közlekedési eszközök megjelenését. Itt ugye jetski elsősorban, amely gondot okozhat. Neked mi a véleményed? Új jogszabályokra is szükség van, korlátozni kéne, vagy egyáltalán meg kellene tiltani a jetski megjelenését a Balatonon? Én minden tiltás ellen vagyok, én úgy gondolom, hogy a tiltás nem vezet sehova. Észszerűen meg kell nézni, hogy ez milyen hatással van a környezetre. Tehát mondjuk a jetskinél egy kijelölt pályán, kijelölt időszakban, kijelölt napokban meg kell nézni, hogy az tényleg milyen hangos, milyen sebességgel megy, milyen veszélyeket rejt. És hogyha majd ott bizonyított, vagy ott megbukik, akkor lehet tovább lépni. Tehát én mindenképp kipróbálnám, bár magam részére nem szeretném, hogy jetskik rohangálnak a tavon, de azért, mert nekem nem tetszik, ettől nem biztos, hogy meg kell tiltani. Tehát találjunk ki olyan lehetőséget, hogy bizonyítsanak meg, próbáljuk ki. Hát nagyon sok ember számára ez örömet okoz, akkor ki kell találni azokat a lehetőségeket térben, időben, hogy ők ezt élvezzék, kipróbálják, használják. És ha nem ide való, akkor le kell vonni ezt a következtetést. Egyesületekről beszéljünk még, mert hogy ők képezik a versenyzők bázisát, illetve ezek a szervezetek adják. Milyen anyagi háttérrel dolgoznak, és milyen technikai feltételekkel? Kik a szponzorok tulajdonképpen? Mert hogy azért ez egy meglehetősen költséges sportág. Hát ez teljesen átalakult. Tehát én akkor szálltam ki az e-sportból, és akkor hagytam ott, amikor ez már látható volt és tetten érhető, hogy az ifjúsági hajóknál döntően a szülők a szponzorok. Tehát, hogy most leegyszerűsítsem, amit én látok, bár mondom, hogy már azért az e-sportból kiléptem, tehát annyira naprakész nem vagyok, de követem és igyekszem követni, hogy mi történik. Tehát amikor a fiatal versenyző bekerül egy egyesületbe, ami nem egyszerű egy egyesületbe bekerülni. Már bekerülni is nehéz? Bekerülni sem egyszerű, akkor pillanatnyilag úgy néz ki, hogy az eszközöket, ami ugye a vitorlázásnál egy technikai sport az alapvető, azt a szülők szerzik be, a felkészülés nagy részét a szülők finanszírozzák, ehhez a kereteket az egyesületek próbálják megteremteni. Tehát az egyesületnek van edzője, van telephelye, és a többi, és a többi, de gyakorlatilag a szülő finanszíroz mindent. És hát ez lenne jó, ha ez úgy megváltozna, hogy amikor már elér egy rangot egy versenyző, ugye beszéltünk már az olimpikanyainkról, amikor az ő támogatásukba beszállnának azok a meccénások, akik maguk is vitorláznak, és lehetőségük van, rengeteg energiát és anyagi áldozatot hoznak a saját vitorlázásukért, úgy, mint egy kékszalag győzelemhez, egy hajóvásárláshoz. Most éppen a napokban zajlik a Rolex verseny, ugye Szicília körül, és ott is három magyar hajó indul. Most ezek a meccénásoknak
lenne feladatuk a nyugati világba, bevett dolog, hogy ők a saját egyesületükbe ezeket a szuperversenyzőket támogatják. És így alakul ki egy támogatói kör. Aztán vannak országok, ahol ez állami feladat, tehát néhány nagyon sikeres országban, ott bizony a mecenatúra mellett komoly állami szerepvállalás van, és hát azon nagyon nehéz versenyezni, márpedig a mi versenyzőink ezekkel állnak szembe a világversenyeken. És hát ilyenek ugye Anglia, Spanyolország, tehát az igazi nagy verseny. Ugye, abban a pillanatban, hogy valaki olimpikon, akkor már ugye a tengeren túl egy komoly támogatást kap. Néhány éve új elnöke, illetve elnökségi tagok irányítják a Magyar Vitorlás Szövetséget, és úgy tűnik, hogy az utánpótlás nevelés előtérbe került. Nem tudom, hogy az Érdi Mari, ő már azért korábban megmutatta a kis oroszlán karmait, de hogyan látod most a magyar utánpótlás helyzetét? Nincs nagy rálátásom, ezt előre bocsátom, de amit a Kolár úr vezetésével a szövetség tett az elmúlt években, az valami rettenetes nagy fejlődés. Tehát azt látom, hogy micsoda eszközpark és szakembergárda lépett elő, és az nagyon rövid idő alatt. Tehát ez egy jó út, ez biztos, hogy jó út. Az ifjúsági versenyeken nagyon sok gyerek megjelenik, és az teljesen természetes, hogy egy bizonyos életkorban ez nagy szelekción megy át. Tehát amíg egy közösségben a gyerekeket együtt lehet tartani, hát így a középiskola végéig, addig ez egy nagy tömeg, és hát ott akkor egy válaszút van, hogy most ő akar lenni olimpikon, vagy úgy érzi, hogy az egyetem és az élet más területei lesznek számára fontosak, és hát itt akkor nagyon lecsökken a versenyzői létszám, és konkrétan az olimpiai osztályokban azért ott harc van, tehát olyan nagyon sok versenyzőnk nincs, de aki marad, az egy nagyon szűk réteg, és azok már nagyon képzett, nagyon jó versenyzők. És aztán érdekes, mert ezek a jól képzett tizenéves rácok aztán lediplomáznak, családot alapítanak, és visszakerülnek a sportágba, de már egy más hajóosztályba, amikor már a munka mellett, család mellett azért nagyon aktívan és nagyon magas színvonalon versenyeznek. És akkor így lesznek nekünk szóling világbajnokaink, repülő hollandi világbajnokaink és a többi, akik nagyon komoly felkészültségű versenyzők, de hát számukra nem feltétlen már a sport az első. Még egy kérdés, vitorlázás és turizmus. Mert hogy nagyon sok nagy versenyt rendeznek, tehát Európa-bajnokságok, vitorlás, világbajnokságok vannak a magyar tengeren, és milyen hozadéka van ennek szerinted anyagilag az itt élők számára? Hát ezek kis helyre koncentrálódnak, inkább a hírvívés, ami nagyon fontos. Tehát azért megjelennek, hogy a mai világban, ahol az informatikával pillanatok alatt jutnak el a képek, az eredmények a világ minden részére, ez nagyon-nagyon nagy reklám a Balatonnak. És hát itt van még egy dolog, amit most napunkban, épp napjainkban érzünk, hogy azért a klímaváltozással retteltesen megnő a szezon, tehát a Balaton lehetőségei szerintem évről évre nőnek, tehát úgy, ahogy tavasszal is megnő a vízen tölthető, a tópart körül biciklizése egyébben tölthető napok száma, ősszel is ez elég jó kitágult. Tehát mai napig is a tavon hétvégeken megjelenik nagy tömegű vitorlás, ezért ez 20 évvel ez nem így volt, akkor már ilyenkor mindenki elpakolt, és ilyen esős, komor idők voltak, most pedig 20 fokok vannak, és ez nem csak az idén van így, hanem ez az elmúlt évekre visszanézünk, rendszeres. Tamás, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Hölgyeim és uraim, önök a Somogy Televízió Miért című műsorát látták. Pomusz Tamás, vitorlázó, Európa-bajnok volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásokat. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet.